Gergő vagyok, 31 éves, több mint egy éve dolgozunk együtt. A sportmúltam azért az egy kicsit hosszabbra nyúlik vissza. Több mint 20 éve kosarazok. Azon kívül erősítő jellegű mozgásokban is van múltam, mert körülbelül 17 éves koromtól kezdve konditerembe jártam. Valahogy a mozgás az mindig megmaradt, de ez folyamatosan variálódott, mert az ilyen trendeket mindig kipróbáltam, tehát volt TRX-es időszak, fegyencegyzős időszak, crossfit-es időszakom is, kettlebell is egy ideig nagy szerelem volt. Ezeket mindig kipróbáltam, de ilyen állandóság nem volt benne, tehát az, hogy valamit egy huzamosabb ideig csináljak, az a kosárlabdán kívül másra nem volt igaz. Az mindig, hogy valami kellett mellé mozgás, ami az erősítés, mert fiatalon nagyon vékony voltam, és hát mind külső, mind belső kényszer volt, hogy valami izmot pakoljak magamra. Magas vagyok, hát 20 éves koromig nem értem el a 70 kilót, hogy ez igencsak vékonynak minősül, úgy gondolom. 10 évesen kezdtem el kosarazni, vagy 9. Először Budapest bajnokságban kezdtem játszani, majd ugye a csapatunk országos bajnokságban is indult. Viszonylag hamar elértem a sportszakmai csúcsot, mert 2005-ben országos ezüstérmes csapat tagja lehettem. Nagyon szerettem volna én ezzel komolyabban foglalkozni. Mindent próbáltam megtenni, hogy minél magasabb szintre jussak. 17 éves koromban már felnőtt korosztályban játszottam, MB2-ben. Ugye a saját korosztályos bajnokságon kívül. Hát MB2-ben már lassan 13 vagy 14 évet is lejátszottam. Ezen kívül egyszer volt egy évem MB1-B-be. Az hivatalosan a magyar másodosztály. Nagyjából ez volt a tehetségemnek a plafonja, amikor az ember ezt realizálta, hogy a sportból én nem biztos, hogy meg tudok élni, akkor váltottam át egy bukkanó után arra, hogy ezt hobbi szinten is tudjam csinálni. Akkor kezdtem el a kiegészítő sportokat inkább komolyabban menni, és nagyjából egy szintre emelni a kosárlabdával. Most már mindegyik sportágat azért csinálom, hogy örömet okozzon nekem, és nyilván ugye a sikerélmény okoz az embernek a legnagyobb örömet, tehát azért valamilyen szinten eredményorientáltság van bennem, de most már nem vagyok annyira megszállottja, hogy egy-egy rosszabb teljesítmény után a kardomba dőlve otthon két napig rossz kedvű legyek, mint ugye amikor az ember ezt versenyszerűen csinálja, azért előfordul. A megkeresésnek igazából az volt az oka, hogy én a videóidat már korábban is láttam. Én a fegyencegyzés az engem is nagyon megfogott. Még akkor olvastam, amikor a legelső könyv kijött. Nem is egyszer nekiálltam, de tényleg. Először, mivel nagyon sokszor hangsúlyozta ugye a könyv, hogy mindig az első lépésre kell kezdeni, meg minden. Én ezt mindig komolyan is vettem. Sőt, volt egy időszak, amikor könnyűnek tűnt, de mondom, na jó, akkor megpróbálom azt, hogy az első egy hónapban megcsinálom ugyanezt súlymellénnyel. Még úgyis könnyű volt. Viszont valahogy nem volt meg bennem a türelem. Ezt a 6 feladatot nem éreztem teljesen kielégítőnek, így erősítő edzés jellegén. Tehát akkor még a súlyzós edzésben sokkal nagyobb olyan kihívást láttam, meg olyan progressziót, amit akár edzésről edzésre is érezhettem. Tehát az, hogy minden edzésen akár 2,5 kilóval többet rakhatok egy súlyra, vagy akár ha egy ismétléssel többet csinálok, az a sikerélmény volt. Míg a saját testsúlyosnál sokszor éreztem azt, hogy azok után, hogy meg tudok csinálni mondjuk 50 falhoz húzást, abban nem következik az, hogy a következő lépésben meg tudok csinálni 10-et. És sokszor volt egy akkora szakadéka a kettő lépés között, hogy elvitte a kedvemet, hogy hát itt azt írják, hogy nekem ezt már tudnom kell. És nem volt meg. És utána láttam ezt a végső kritika videósorozatodat,
gyakorlatilag az volt, ami nagyon megfogott, ahol ugyanazokat a hibákat hangsúlyoztat ki, meg ugyanazokat a metódusbeli problémákat, amik nekem is feltűntek, és amik nekem is nehézséget okoztak. És ezzel egy időben, vagy talán ezután, amikor én ezt megnéztem, ezt a videósorozatot, akkor kezdtél el arról videózni, hogy coaching iskolát végzel, és hogy ezentúl nem csak csoportos órák lesznek, hanem lesz ilyen egy emberrel foglalkozós. És én úgy gondoltam, hogy nem azért, mert nem szeretek közösködni, nyilván 20 év csapatsport után ez elég vicces is lenne, csak hogy én úgy gondoltam, hogy az, hogy egy másodsportnak, meg 20 éves sportmúltal nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha egy csoportos órára leesek, mert valamiben tök más lesz a fejlődésem, mint azoknak, akik oda járnak. Tehát, hogy én nem akartam, hogy ott külön máshogy kelljen foglalkozni az emberrel, és akkor gondoltam, hogy itt ez a coachingos megoldás működhetne, és így lett a dolog. Many fantasies are being transformed into reality by modern science. Lévén, hogy magas vagyok, és dinamikus sportágat csinálok, kettő dolog volt mindig az erősségem, a lendületből végrehajtott feladatok és a húzó feladatok. A toló feladatokkal és a kifejezetten erő feladatokkal, meg a megtartásokkal azért elég nehéz dolgom volt, mivel nagyon-nagyon nem egy labdajátéknak a profilja. Tehát, hogy egy labdajátékban nincsenek olyan másodpercek, ahol meg kell állni. Itt ugye egy-egy ilyen tornászelem kitartásánál meg az a siker, ha 20 másodpercig ki tudod tartani. És ez a kettő nagyon üti egymást. Tehát emlékszem, hogy a legelején, amikor elkezdtem, akkor az ilyen kitartásos feladatok semennyire. Tehát olyan szinten semennyire, hogy a 3 másodperc megtartás az nem feltétlenül izomba volt siker, hanem inkább azt hiszem, hogy mentálisan volt már egy siker, hogy úristen, kibírtam, hogy nem mozgok. Ez mindenképpen olyan dolog, ami az utóbbi időben nagyon megváltozott, mert hála Istennek vannak olyan erőelemek, amiket 7-8 másodpercig ki tudok tartani, ami azért nekem nagyon nagy siker. Például egy húzóckodással nem volt problémám lévén, hogy mint mondtam, 70 kilóról indultam a sportágban, úgy soha nem okozott problémát tizeket húzóckodni, úgyhogy az most sem okozott különösebb gondot, viszont amikor már a nehezített verziójára, ugye az egykezesre, vagy a húzóckodásban megtartásra került sor, az gondot okozott. Hamarabb tudok 25-öt húzóckodni, mint 50 fekvőtámaszt lenyomni, és ez azért furcsa, mert az 50 fekvőtámasz szerintem könnyebbnek kéne, hogy legyen, mint a 25 húzóckodás. Hát a legelégedettebb azzal, hogy egy éven keresztül tudtam ugyanazon a edzés típuson maradni, mert nekem körülbelül ezek a 3-4 hónapok voltak a nagyon maximum. Hát kivéve talán inkább, tehát a klasszikus kondi, mert az mindig ilyen visszatérő volt. De az most már semennyire nem hiányzik. Már mikor együtt elkezdtünk dolgozni tavaly márciusban, már akkor is 4 hónapja nem jártam kondiba, hanem otthon edzettem, tehát én 19 decemberben, még a karantén előtt kialakítottam az otthoni edzőtermet. Ez egy szerencsés időzítés volt. Szóval a legbüszkébb arra vagyok, hogy egy évig ezt végig tudtam csinálni, és hogy motivál, az is egy jó érzés, hogy tehát érzem magam előtt, hogy van olyan cél, ami érdekel, és tudom, hogy nem jövőre fogom elérni, hát pláne nem a jövő hétre, de mindenképp meg szeretném csinálni, és most érzem magamban azt, hogy igazából mindegy, hogy mikor, ha egyszer elérem, akkor már jó érzéssel fog eltölteni. Korábban is próbáltam már a meditációt, ami egyébként már akkor is tetszett, de azért a mindennapjaim részévé akkor vált, amikor ugye ezt te is külön javasoltad. Meg szerintem igazából akkor is kellett igazán, mert a karantén kezdetén ugye az emberek sokkal stresszesebbek voltak, meg hát én is, és olyankor segített ez a meditációs dolog. Az egy nagyon fontos változás volt, ugye kajában abban is ilyen alapelvekben változott meg az étkezésem, tehát ugye azért 20 év alatt nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok mindenre odafigyeltem, túltoltam,
fullban nyomtam a kretént, mert hát ugye azért ilyen időszaka is volt mindenkinek, aki egy kicsit is foglalkozik ilyennel, és sikerült most úgy érzem, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, ami a finikumomnak megfelelő, és napi szinten fenntartható, viszont nem okoz egyfolytában fejfájást az, hogy mikor, mit, mennyit és hol legyek, hanem az elvekkel, amiket együtt, vagy hát igazából ugye te tanácsoltál, de azért együtt alakítottuk ki a végére, azokkal teljesen minden nap együtt tudok élni, pillanatig nem okoz problémát a mindennapjaimban, tehát egy stressz és problémafaktor kikerült ezzel a mindennapjaimból. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is. Itt ökölpacsi.